fogadj el előlegként a pumikámat. Elhozta. Maga szerint hol tartom? Hát szépen. Ez a nő fura. Nem mondhatom azt neki, hogy elnézést, de az előbb rossz férjet mutattam be. Kell egy nadrág, hogy el tudjak innen húzni. Tudtam. De hogy pénzért. 2019 legszexibb vígjátéka. Gyerekünk lesz. Gratulálok, csak akkor mennék is, mielőtt világra jön a szaporulat. Itt van Erik. Egy mesztelen nővel a fürdőszobában. Mi? Na fiúk, akkor hányan leszünk? Egy óra múlva várlak. Maga összejött a húgommal. Na most már elbizonytalanodtam, hogy mi a jó válasz. Vénusz, de akkor hol van Szakás Petra? Ő is családtag? Rosszkor jöttem? Te, hé, Balázs! Kölcsönlakás. Dobókat a filmje. És Vénusz, ha mi lesz? Leszarom. Majd kering tovább. És itt is van velünk a film rendezője, Dobó Kata, és az egyik főszereplője, Hauman Máté. Szervusztok, jó estét! Jó estét, sziasztok! Jó estét! Kata, ez az első alkalom, hogy filmet rendeztél, és eddig nem nagyon hallottunk ilyen álmaidról. Mikor született ez meg a fejedben? Hány évvel ezelőtt, hogy te biztos filmet szeretnél rendezni? Csomó álmomról nem beszélek pont azért, igen, mert babonás gondolom vagyok. Tehát, hogy, de ennyire babonás vagy, hogy erről ennyire hallgattál? Hát van még egy pár dolog, ami majd szerintem meg fog látni titeket az elkövetkezendő években. Nem, de hát nem tudom. Én egyébként is egy elég visszahúzódó ember vagyok már, ami így legalábbis a sajtó felé, vagy nem tudom. Tehát ugye azt gondolom, hogy egy csomó mindenről nem kell fecsegni, főleg, hogyha még nem valósult meg. Most már nagyon szívesen fecsegek, mert ez most már megvalósult, és most és úgy ma került a mozikba. Úgyhogy ez egy izgalmas időszak lesz most nekünk, mert szeretnénk, hogyha minél többen nyilván megnéznék. Az alkalom az tökéletes erre a Valentin nap, hiszen szerelmes párokról van szó, akik néha persze összevesznek, de aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz a vége. És azért, ha a babonánál maradunk, akkor annak is van egy édes babonája, hogy ugye az első film, a Miniszter félelébe, amiben még játszottál, ugye az hatalmas sikert aratott, szándékosan nyúltál az első rendezésednél is? Rékun írta azt, igen, a darabot is, és ezt is, igen. Ezt nyilván sorszerűnek éreztem, igen, azt gondoltam, hogy ez most egy ilyen nagyon jókor jött alkalom, hogy ugyanazzal az íróval kezdhetek egy másfajta karrierbe. Nyilván nem szeretném a színészetet abba hagyni, mert nagyon szeretem, de ez egy iszonyatosan jó kiruccanás volt most nyáron. Tehát olyan, most már biztos, Máté mesél, de tényleg annyira, most is azon beszélgetünk, amikor kiszálltunk kocsiból, hogy mennyire megszerettük egymást, és mennyire jól éreztük magunkat nyáron ez alatt, a forgatás alatt. Máté, te ki kell mondani, egy kicsit szerencsétlenebb férjet játszol ebben a filmben. Mesélj egy kicsit a karakteredről, sőt egyébként azt hiszem, hogy te el is mentél, és a játékszínben meg is nézted a darabot, és utána alakítottad ki a saját karakteredet. Igen, de nyugodtan kimondhatod, hogy én egy szerencsétlen férjet játszok benne, de egy nagyon szerethető szerencsétlen férjet, aki igazából csak jót akar, és nagyon szereti a feleségét. Megnéztem a darabot, és egészen megnyugtató volt azt látni, hogy egy nagyon jó recept alapján működik a darab maga. Tehát könnyen alkalmazható ugye filmre is, és jó volt látni, hogy ez az összetétel, ez a kémia, ez érvényes. Kata, te játszol is a darabba, ugye, ami a játékszínbe megy. Így van, igen. Te mennyire ajánlottad egyébként a filmbeli szereplőknek, hogy nézzék meg a darabot? Tehát, hogy... Ez egy nagyon érdekes dolog, mert sokféle színész van. Van, aki egyáltalán nem szereti megnézni, mert hát ha az majd befolyásolja az ő játékát, vagy amit gondolt eredetileg csak az olvasás alapján a szerepről. Máté az egy más típus ezek szerint, én nem néztem volna meg, viszont hogyha ez segítség, tehát hogy rendezőként én ezt nem tartom hibának, vagy nem tudom. Máté ugyanúgy nagyon szerette mindig megnézni magát a egyes tékek után, hogy hagyd nézzem meg, hogy mit csináltam, mert az megnyugtatta őt. Van olyan színész, aki utálja visszanézni magát. Tehát, hogy ez, én úgy voltam vele, hogy mindenki érezze magát komfortosan, jól. Én magam is szeretem egyébként visszanézni egy-egy jelenet után a rendezői monitoron, mert sokszor azt vettem észre, inkább tartásbeli dolgok, vagy nem tudom, amit nem szólt rám senki, hogy kicsit így voltam egész végig, és jaj, de hogy megnéztem, akkor kihúzom magam a következőre. Nem volt következő lehetőségem, de minden esetre, szóval ez egy jó dolog szerintem. De különbözőek vagyunk, és ez jó. Azt mondtad, hogy nagyon jól éreztétek magatokat a forgatáson, de milyen volt neked színésznőként rendezni? Ugye te már rengetegszer álltál a kamera előtt, jobban tudtál a színészeidnek segíteni, vagy esetleg járt ezzel bármi hátrány is?
Én azt gondolom, hogy igen, de ezt őtőlük kéne inkább megkérdezni. Hát akkor Máté, hogy te hogy érezted magad? Igen, akkor milyen volt egy ilyen kezdőrendezővel dolgozni? Én nagyon jól éreztem magam, de hát én nem is gondolnám azt, hogy kezdőről lenne szó, hiszen már azért nyilvánvalóan ugye szakmabelivel állunk. Hát jó, de ez az első szemben, de hát én mindig úgy szoktam mondani, hogy sorstársak vagyunk ebből a szempontból, és egészen megnyugtató volt az elejétől a végéig, és valahogy ez a nyugalom, ez nagyon jellemző volt rá, és ez a én tényleg ugye, ahogy a Katta is mondta, amikor errefelé jöttünk, óriási szeretetben és nagy örömben telt végig a forgatás, az elejétől a végéig. 32 napig forgattátok a filmet, ha minden igaz, és azt mondjátok tényleg, hogy nagyon jól éreztétek magatokat, meg óriási szeretetben telt ez a munka, meg ezek a napok. Meséljetek egy-két kedvenc történetet, légy szíves, hogy mikor éreztétek magatokat a legjobban, vagy mi volt a kedvenc jelenet, vagy mi volt a legnehezebb? Igen, mikor pánikoltál be? Volt ilyen, Katta, hogy bepánikoltál, hogy azt mondtad, hogy úristen, Nem, pánikolni nem lehet, mert nincs rá idő, mert 12 órás egy munkanap, és az rendesen ki van számítva, hogy abban mennyi jelenet fér bele egy nap, úgyhogy arra nem volt idő. Igazából talán a vége fele, kronológiában haladtunk, először Fóton forgattunk egy stúdióban, ahol a lakás belső meg volt építve, és az egyébként a színészeknek is nagy segítség, hogy nem ugráltunk időben, hanem nagyjából így a történettel haladva ment a forgatás, és a végére már nagyon sokan lettünk a lakásban. Ugye két kamerával dolgoztunk, tehát két kamera csapat, ami azért nem kevés ember, plusz a színészek, plusz még azért egy-két stábtag. És az nagyon izgalmas volt, hogy hogyan lehet ezt az egészet úgy megcsinálni, hogy közben, tehát hogy lássuk, hogy van egy tér, tehát egy lakásunk, ami nem olyan nagy, de meg hogy állítsuk fel a szereplőket, hogy mindenki, tehát mindenkiről tudjunk venni közeliket, totált, tehát hogy ez elég izgalmas volt, de erre egyébként ez gyakorolt, tehát hogy volt rá próba még a forgatást megelőző időszakban, mert nem akartuk ezzel húzni az időt. Hát óriás közlekedés rendészet, tehát pontosan tudni kell azt, hogy ki, mikor, melyik ajtón, hogy jön be, hogy klappoljon a dolog a kamera, hogyan látja. Ez nagyon nagy munka, igen, ezt pontosan megszervezni. És... Közben azért nagyon sokat mókáztunk, ugye nekünk van egy Szabó Simonunk ebben a filmben, aki hát köztudottan egy nagyon jó humorú valaki, illetve Klem Viktor, ők ketten, hogyha megalakultak, akkor szem nem maradt szárazon, ami nyilván nagyon jó egyébként. Tehát, hogy ez jót tesz a stábnak. De ezt könnyebbítette? Egy vígjáték forgatását? Hogy ez mindig jó, ez mindig jó. Én nem szeretek stresszben forgatni, tehát, hogy én azt szeretem, hogyha nyilván ezt az ember hagyja egy ideig, hogy de jó, hogy mindenki szórakozik és nevet, de aztán volt egy pont, amikor azt mondtam, hogy oké, akkor viszont most forgatunk. Nem volt dekoncentrált, a kettő az nem azonos egymással. Én inkább azt mondom, hogy egyszerűen olyan jó lendülete volt, és olyan jó kedvel csináltuk végig, hogy inkább ez volt rá jellemző. Azt szokták mondani, hogy ha a stáb jól érzi magát, akkor a film is jól sikerült. Mert hát Isten szóljon belőled, hogy mármint, hogy jól sikerült nyilván, csak hogy nézzék is. Így van, úgyhogy mindenkinek ezt ajánljuk. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Mi köszönjük a lehetőséget. És akinek kedve van átkacagni magát a tavaszba, az mindenféleképp menjen el és nézze meg a filmet.